Képviselő úr. Köszönöm szépen. Többször elhangzott itt ez a bizonyos 90-es évek második felébe lezajlott energetikai privatizáció, és most már egészen jól kezdte a lényegét kitapintani Volner képviselőtársam. Szeretném még egyszer aláhúzni, mert ezt nem lehet elégszer elmondani, hogy ott mi történt. Ugye, és ellenpontozni kell ezt a 8,5% vagyonarányos profitot, amit garantáltak, mert ez egy olyan időszakban történt, amikor 4% volt a dollárnak a kamatja, ha valaki dollárt hitelt vesz fel. És dollárba számolták el, dollárba vették fel a hitelt a befektetők, bevették 4%-ra, és kaptak rá 8,5%-ot. És igen, nagyon helyesen pedzegette azt volna a képviselőtársam, hogy ilyen alapon bárki megvehette volna, gipszjakab, én is, a magyar állam is, mert bemegyek a bankba, az egyik ablaknál felveszek 4%-ra dollárkamatot, és a másik ablaknál pedig rendszeresen befizetem azt a 4% kamatot, mert még marad 4,5%-om. Ettől volt ez különösen elkölstelen, ez a privatizáció, és itt lógott ki a lólába, itt volt a prédi kutya elásva, hogy bárki lehetett volna a befektető, aki a bankoktól kap hitelt, mert garantálva volt a kamatnak a kétszerese, mint profit. Köszönöm szépen. Lengyel Szilvia képviselőasszony következik.